soha nem marad semmi a szociális konyhán nekünk az ételosztás végére. Beregszászban 7 éve ingyen konyhát működtetnek a szociálisan hátrányos helyzetű, beteg, valamint egyedülálló, idős emberek megsegítése céljából. A projekt az eltelt évek alatt jó kezdeményezésnek bizonyult, a világjárvány kezdete óta pedig jelentősége csak tovább nőtt. Mi rendszeresen 150 ebédet főzünk, és ezt természetesen az előzetes listáknak megfelelően, amit a beregszászi önkormányzat munkatársai, a képviselők, végrehajtó bizottsági tagok hozzájárulásával alakítunk ki, ennek a listának megfelelően átvételkor írnak alá rászorulók, és ezt természetesen semmit nem hozunk vissza, és igyekszünk, hogyha látjuk ezt, hogy kevesebben jelentkeztek arra a napra, akkor természetesen felkérjük azokat, akik aznap ott vannak, hogy ezt vigyék el, és ez soha nem is szokott fennakadás, soha nem marad semmi a szociális konyhán nekünk az ételosztás végére. Egytál ételekről van szó, ezek meleg ételek, és természetesen megpróbálunk ebben a tevékenységi körben is megfelelni azoknak a védekezési eljárásoknak, amiben itt a Covid minket erősen befolyásol. Ennek a konyhának a legfontosabb támogatói Grezsa István és Pál Sándor, akik az utóbbi években nagyon hatékonyan tudnak segíteni minket abban, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű meleg ételt tudjanak kapni azok a rászorulók, akiknek más lehetősége nincs ezt megkapni. Roppant fontos, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban ez egy olyan segítség, amivel én úgy gondolom, hogy méltóbban tudják megélni azokat a nehéz hétköznapokat, amiket a sors ezeknek a rászoruló családoknak feladatként kitűz. Horváth Rozália 5 éve veszi igénybe a szociális konyha szolgáltatásait. Mint megjegyzi, szegény ember mindenhol él, de jó dolog, hogy az önkormányzat gondoskodik róluk, odafigyelnek arra, hogy ne legyen olyan, aki napokig nem eszik meleg ételt. Nagyon rám tér is ez a kis meleg egy tányérétel, de ez olyan világban élünk, az a kis kevéske nyugdíj, nagyon kevés. Jön a tej, tűzifára. Kis élelemre, azt se tudja az ember, hogy oszta be. Nagyon nehéz nekem. És én is már, ezt kapom én már nagyon régen utta, már vagy 5 éve. Na de most, hogy látom olyan szép kis tándjairok, meg olyan guztusos, hát meg lehet, meg jókot fejűznek, hál az Úrnak.